Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön egy téma, amiről megfeledkeztem beszélni. És hogy őszinte legyek, sokkal korábban kellett volna beszélnem róla, mert egy fontos téma mindazok számára, akik szeretnének valamit elérni játékban, nem csak játékban, de mindenképpen egy megfogadandó téma, és az, az igazság, hogy mindenképp rajtunk múlik, csak elfelejtettem róla beszélni, hamarosan rátérek, hogy miért felejtettem el róla beszélni, pedig egy igazán fontos téma, de a napokban az élet tulajdonképpen eszembe juttatta, és nemhogy csak eszembe juttatta, de a minap az egyik TNA taga volt egy apró kis konverzációnk így játék közben, és a végére kiukadtunk oda, hogy na bakker, lehet, hogy tényleg beszélnem kéne, tehát így az élet behozta, hogy úristen, beszélnem kéne erről a dologról, mert úgy gondolom, hogy egy igen fontos momentuma annak, hogy jó gamerek legyünk, vagy jobb gamerek legyünk, vagy a jobbnál is jobb gamerek legyünk. Tehát mire akarok kiukadni? Itt régen Tibivel így beszélgettünk arról, hogy a TNA így belekóstolgatt az ESL-be, és volt is egy kis csapat, aki belekóstolt az ESL-be, és nagyon örültem neki, hogy őszinte legyek, igyekeztem támogatni őket, ahol tudtam, nagyon örültem neki, hogy belekóstoltak a TNA-be, ez egy jó dolog volt, és őszinte leszek, az emberek, akik elkezdték ezt csinálni, nem volt egyáltalán tapasztalatuk az ESL terén, és annak ellenére, hogy semmi tapasztalattal indultak, és nem tudták, hogy mi várott rájuk, mégis elkezdtek belemenni, és így Tibi egy kicsit így csalódottan, hát nehogy már most tényleg első semmi tapasztalat, stb. És így közben küldözgette nekem az embereknek a statjait, és nézd meg ezt, ilyenek járnak ESL, és én megmondom, hogy igen, de nekem mutogatsz itt számokat, amik igazából semmit nem jelentenek, és lehet, hogy te magad is sokkal jobb játékos vagy már most, mint azok, akik éppen ottan 3,5-ös KD arányuk van Battlefieldben, és ez a lényeg, itt kezdődik valahol a mondani valónak, a témámnak a lényege, hogy mozduljunk ki a komfortzónából. Mire is gondolok itt? Ugye, mint mondtam, hogy miért felejtettem el beszélni erről a témáról, pedig sokkal korábban kellett volna. Azért, mert egyszerűen én most jelenleg úgy élem az életemet, hogy nagyon kimozdultam a komfortzónámból. Mire is gondolok itt? Lefordítom egy kicsit gamer nyelvre, jó? Tehát itt van például ez a Battlefield, későbbiekben fogtok látni egy kis csipa játékot is, a Scout Elite-et próbáltam kimaxolni. Mint tudjátok, azért én nem vagyok nagy csipa fan, szeretem, de azért kerülgetem. De őszintén szólva, a kihívás vonz, és a Scout Elite-et, mint olyat, az egyik legproblémásabb csipát Battlefield 4-ben ki akartam maxolni, ami azóta meg is történt, de őszintén szerintem nagyon megkilottam vele, és tényleg egy szenvedés volt, amíg végigmentem, de amire végigmentem ezen az úton, rájöttem, hogy sokkal többet tanultam, és sokkal jobban megtanultam célozni a csipával, és a Battlefieldben ráérezni erre az egészre, úgyhogy a csipával azóta annyira sok gondom nincsen, úgyhogy mindenképpen valami haszna volt az egésznek. A lényeg, amire ki akarok lyukadni, mindjárt, és ugye még a minap beszélgettem Killer Iga kollégával is, Tibit és Igor hallottatok már, ugye a podokat velük csináltam, barátok, stb. És játék közben Conquest-et játszottunk, és kérdezem tőle, hogy tudja, hogy hol van a Chainlink-ben a D pont. Azért kérdeztem ezt tőle, mert Conquest-ben ott nincs egy pont, de viszont Chainlink-ben ott egy pont, ott volt az ellenfél, és akkor mondta Killer Eagle a kolléga, hát hogy ő nem szokott Chainlink-et játszani. És kérdezem, hogy miért? Hát mert mondja, hogy ő elment egyszer játszani, és nagyon rossz tapasztalata volt azzal a kapcsolatban, és többet nem játszom. És na mondom, most már tényleg kell beszélni erről a témáról, és közben eszembe jutott a saját magam tapasztalata is. És az, hogy néha mennyire kényelmesen és könnyelműen veszem a dolgokat abból a szempontból. Ismeritek azt az érzést, amikor felmentek egy szerverre, és csináltuk egy 5-15-ös statot, és azt mondja, hát ez egy szar szerver, itt kempelnek, itt csak tankok vannak, itt izé, fogod, lecserél, és elmész egy másik szerverre. Erre ott sem megy a játék. Aztán megint egy másik szerver, addig mész a szervereken, amíg találsz egy olyan szervert, ahol beleütközöl kezdőbb játékosokba, vagy legalábbis olyan játékosokba, akik nem olyanok, mint te, és végül büszkén elismered magad,
hogy te egy jó játékos vagy, és te jó teljesítettél, közben nem vetted észre azt, hogy végigmentél 10 olyan szerven, ahol lehet, hogy tanulhattál volna is valamit. És itt kezdődik az, hogy mozdulj ki a komfortzónából. Szóval tudom, hogy én is szoktam azért időnként néha rage-elni, nagyon-nagyon ritkán, de azt is sosem látjátok, az tény, mert többnyire akkor szoktam, amikor kimozdulok ebből a komfortzónából, amikor nekiülök tanulni valamit. Szóval lehet, hogy sokkal azt gondoljátok, hogy már 10 éve játszom, vagy kodoztam, mert 10 éven keresztül Battlefield, stb. És már úgy benne van a kezembe sok minden, de valójában nincs. Tehát rengeteget tanulok nap, mint nap, és a napokban megint csak emlékeztetett, ugye hónapokban inkább, megint csak emlékeztetett a játék azt, hogy megint csak ki kell mozduljak a komfortzónán belül. Megint csak meg kellett tanulni csipázni, új pályákat kellett megtanulni, és egy új játékmódot kellett megtanulni. És a chainlinkre visszatérve, hát igen, nekem is voltak rossz tapasztalatai az eleinte vele, csak tudjátok mit, a 60 rage közepette, miközben egyik pálya se jött össze, az új DLC-ből például, mégis ott maradtam azon a szervenen, ahol tudtam, hogy kemény játékosok vannak, és tudják, hogy kell játszani ezt a játékot, és addig mentem, addig csináltam, amíg első nem lettem. És ez a lényege az egésznek. Nem az a lényegen, tehát nem profinak születünk, hanem úgy születünk, hogy tudunk tanulni. Hogy tanuljunk, ahhoz ki kell mozdulnunk abból a kényelemből, hogy keressük azt a szervet, ahol jók tudunk lenni. És vagy keressük azt a játékmódot, amiben a legjobbak tudunk lenni. Ahhoz, hogy megtanuljunk egy témát komplexitásában, Battlefield 4-et a maga teljességében, ahhoz mindent meg kell tanulni, én úgy gondolom, meg kell tanulni a Rush, Conquest, Conquest Large, Domination, TDM-et, Chainlink-et, Obliteration, Capture the Flag-et, és mindenféle játékhoz el kell menni. Legalább egy kicsit, tehát azért legalább addig, ameddig érezzük, hogy megtanultuk azt a játékot, legalább valamilyen szinten, mert minden apró tényező hozzáad az egész képet, hogy az teljes játékot egészében lássuk. Ezt jelenti azt, hogy kimozdulunk a komfortzónából. Hogyan mozdulunk ki a komfortzónából? Na, ez már a másik tészta. Az a baj, hogy nem veszük észre, amikor sokszor az a baj, hogy tényleg, hogy nem veszük észre, amikor a játék akar nekünk mutatni valamit. Tehát olyan, mint az élet, hogy hallod a sugallatot, ám mégse csinálod. Tehát amikor úgy érzed, hogy nem megy éppen az adott szerven a játék, mert hogy felül kerekedik a tempó, a játékosok, a szabályok, akkor feladjuk. Nagyon sokszor fogjuk magunkat, és elmegyünk egy másik szerverre. Valahol olyanra, ami éppen nekünk kényelmes. Pedig lehet, hogy valami hasznosabb tanulnánk azon az adott szerven. Olyankor van az, amikor hív a játék, és azt mondja, hogy na, most kell egy újat tanulnod, és addig maradj ott, amíg megtanulod. Így kell kimozdulni a komfortzónából. Viszont van egy másik rettenetesen nagy akadálya annak, hogy az ember kimozduljon a komfortzónájából, és az saját maga. Tehát az a lustaság, vagy az önmagunkba vetett álomkép, hogy mit tudunk. Közben valójában lehet, hogy nem is tudunk. Tehát ha valaki például el akarja érni a hőnállított profiknak a szintjét, akiknek például Battlefield-en belül, Kodon belül magasabb KD-ja van mondjuk, mint 2, vagy mondtam most valamit, bármi, ahhoz bizony rettentő módon ki kell mozdulnod a komfortzónából. Olyan dolgokat kell megcsinálni, és olyan szinten kell gyakorolni, amit más ember nem tesz meg nap, mint nap. Annak ellenére például, hogy én is keveset tudtam gépelő ülni, azért igyekeztem legalább 2 naponta egyszer egy órácskát leülni, és nem feladni, úgy értem, tehát nem feladni, hanem mindig játszani egy kicsit, lehet utolsó olyan kötöttem ki, lehet, hogy csak középmezőben voltam, de mindig egy kicsit ne veszítsem el a gyakorlatot. Na de amikor például a Scout Elite-et csináltam, végig rendtenetesen killottam, de nem adtam fel. Végig csináltam az összes killt, az összes kiegészítőt, minden, és itt ez a lényeg, az a lényeg, és ettől, hogy ezt megcsináltam, valami többet tanultam meg a csipázásról, a helyezkedésről a pályán, stb. És olyan dolgokra lettem figyelmes, amire eddig nem voltam, és később jól fog jönni. És erre akarok kiukadni, kedves gamerek, hogy az, hogy elérj egy profi szintet, és most
sokkal profibb szinten, elit legyél egy bizonyos játékban, ahhoz rettentő módon többet kell tenned, mint egy játékosnak. Nem, és nem csak most arról beszélek, hogy elit legyen, hanem arról beszélek, hogy egy apró dolgokat tanul meg a játékban, hogy radart olvas, vagy bármit. Ahhoz egy kicsit többet kell tenned, hogyha jobb akarsz lenni másoktól, a nevedet az első helyen szeretnéd látni, ahhoz többet kell tenned ahhoz, hogy ez megtörténjen. Többet kell tanulnod, többet kell játszanod, többet kell csinálnod, és hülyén hangzik a kell szó, nem igazán szeretem használni, kell, de ez csak rajtad múlik. Ez a hátrány a komfortzónából való kijönés, a saját kényelmünk, a saját biztonságunkat nem merjük feladni, pedig hogyha egy kicsit áldoznánk, ha egy kicsit lejjebb adnánk, egy kicsit elviselnénk, hogy lejjebb megy a KD arányunk, miközben megtanulunk egy új dolgot, és akkor azzal az új dologgal már sokkal többre emelhetnéd például a KD arányodat, akkor sokkal többre vinnéd később. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!